Sziasztok, én régóta vallom azt, hogy a labdarúgás nem csak egy szenvedélye az embernek, nem csak egy játék, hanem egy szórakoztató ipari termék is, de azt azért nem gondoltam, hogy péntek este egy végig dolgozott, meg a kórházban töltött hét után. Ugye az ember olyan jól szórakozik, hogy valósággal gurultam néha a nevetéstől. Két dolog is történt, ami, ami nagyon vicces volt, a legviccesebb a számomra, azt el kell tenni valami humorosba, hogy knézit idézem, az amikor Karamoko egyszer csak fogta az ellenfelét, a kisméretű verát, Vera egy férfi egyébként, ugye csak minden férjét is elkérdési érdekében, megfogta és kivitte a pályáról, és letette. Szegény Vera az utolsó pillanatban kicsit úgy megmozdult, hogy hát a kicsusszan karamokó ölelő karjaiból, de hát ugye a kétszer akkora játékos ezt nem engedte meg neki. Na most azért szeretném jelezni, hogy ilyen nincsen a labdarúgásban, hogy az ellenfél csak így leviszi a másik játékost, ez minimum sárga lett volna, de talán a piros is lehetett volna, mert akkor ha ez így, ez így engedve van, akkor a következő meccseken mindenki ezt fogja csinálni a másik csapat játékosaival, szóval kéne gondolkodni. A másik vicces jel pedig az volt, amit focipályán egyáltalán szoktunk látni, bírócsere történt, meghúzódott a, 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 bíró, 77. percben, rossz nyelvek azt mondták, lejárt a MOL kártyája, de én ilyeneket nem mondok, és akkor bejött helyette Káprály Mihály, Káprály Mihály sem fújt másképp egyébként, mint ő, kicsit enyhén úgy kedvezgettek az Újpestnek, de nem lehet azt mondani, hogy, hogy, túlságosan az Újpest mellett voltak. Az Újpest saját maga rontotta el saját magának ezt a meccset, pedig nagyon remek felállásban léptek pályára, hiszen Pissiteli volt ugye a kapuban, aki saját magát az NBA egy legjobb kapusának tartja. Én megsugom mindenkinek, hogy azt úgy hívják, hogy dibuzdénes, de nem baj, gondolhat, amit akar. Nem rossz kapus egyébként, ő se az első ötben biztosan benne van, esetleg az első hétben. Előtte Bese, Nyunyász, Duarte, Fiola és Tamás játszott. Pontosabban Tamás nem játszott. Én már nagyon régóta mondom, hogy ez a Tamás Krisztián, ez is inkább egy szórakoztatóipari termék, hogy mindjárt a harmadik szórakoztató forrás mondjam. Nekem se kutyám, se macskám, én nem ismerem, nem azért mondom ezeket, csak minden meccsen látom, hogy se beadni nem tud, se ütempasszot nem tud adni, se távolról nem lő, egyszer eltalálta a labdát, utána, utána nem tudom hány fordulón keresztül játszották, hogy hát ha még egyszer eltalálja úgy, hátul azért úgy szerelget, tehát voltak ilyen becsúszó szerelésé, meg elrúgta a labdát egy gólhelyzetben, de hát egyébként ezt valószínűleg mások is meg tudnák csinálni, szóval az Újpestnek sürgősen kéne egy baloldali futót találnia, előttük egy nagyon fiatal középpályás sor játszott, akitől én sokkal többet vártam, hogy a dékei Helmich és Horváth, Horváth Kisztofernek finoman fogalmazva nem ez volt az életem meccse, és ha egy ilyen meccs után igazolta volna le a Torino, akkor az ember azt mondta volna, hogy hát inkább a Torinói lovat igazoljuk le, nem a Horvátot, már az lehet, hogy sötét, de, de mégiscsak fut meg minden. A Horvát próbálkozott, próbálkozott, de, de nem tudom miért, kicsit félek, hogy visszasüljed a Magyar Bajnokság színvonalára, sokkal koncentráltabban jobban kéne játszani. Helmik Pali jó volt, ő volt az egyetlen, akinek azt mondjuk, hogy, hogy hát ő akár majd idővel válogatott is lehet. Volt ugye egy olyan szabálytalanság, amikor becsúszott, aztán testével elsodorta az ellenfelet. Minden egyes normális bajnokságban ez nem sárgalap. Magyarországon persze az volt, hiszen ugye hát nem tudom, megijedt a, a csatár, és ugye eltalálta egy nagyon picit a csúszás közben őt. Szóval ez egy ilyen vicces helyzet volt. Ellenben Brodicsnak több lehetősége is lett volna, hogy sárgát kapjon bármilyen bajnokságban. Valamiképpen lehet, hogy a fejére volt írva, mint a számháborúban a szám, hogy ő nem kaphat sárgalapot. Összességében azt kell mondjam nektek, hogy az Újpestnek mind a két félidőben volt egy nagy ciklusa, senki ne értse félre. Ugye a 8. perctől a 34. percig tartott az első félidőben, aztán pedig ugye az 52. perctől tartott nagyjából a 72. percig. Ez alatt az Újpestnek le kellett volna rendeznie ezt a mérkőzést. Ugye a, a 9. percben Bese rárugja egy eto játékosra a szöglet után, ez már lehetett volna 1-0. A 11. percben Bese labdát szerez, Horváth emel a kapus véd, szabad rúgás, de Júi is belerúgja a sorfalba, itt lehetett volna 2-0, mert a Horváth egy kicsit jobban lövi, akkor elengedte volna a bíró, és akkor megadta volna a gólt. A 18. percben Júiics óriási 60 méteres labdát ragaszt horvát lábára, akinek a lövése megpattan, a 28. percben berúgják középre, és csak Brodics meg csak Horváth van de a horvát lövés helyett elcsúszik. Úgyhogy azt kell mondjam nektek, hogy ez adott az, az időszak a 8. perctől nagyjából ugye a 30. percig, amikor az Eto egyetlen egyszer hozta át a felező vonalon a labdát a 25. percben. Nehéz lett volna azt mondani erre a rövid időszakra, hogy nem játszik szépen az Újpest, és azt se lehetett volna mondani, hogy nem szorítja be az ellenfelét, de a hát gyerekek, ez ugye ha összesen számolok, akkor, akkor mennyi ideig tartott 17 percig nagyjából, szóval ez, ez az elég kevés. Ha az Újpest tudja ezt tenni 17 percnél továbbra, mondjuk 90-re, mert addig tart a meccs, bár ez most ugye a bírócsere miatt 100 percig tartott, akkor egész jó lesz, tehát akkor tulajdonképpen lehet a dobogón, tehát itt is azért az Újpest ezekkel a ciklusokkal, ezekkel azért közelebb állt a, a győzelemhez, de hát ugye a meccset azt nem ciklusokra játszák, azt utólagosztjuk fel, a meccset góra játszák, ha az Újpest fölényben van és nem tudja berúgni, akkor az történik, hogy változik a játékképe, a 30. perctől kijön az etó, de a helyzetig nem jutnak el, csak egy rossz beadásig, és akkor a 34. perctől kezdve meg jön egy ilyen grunt csapkodás, hol az egyik, hol a másik oldalon vannak helyzetek, be se elmegy, remekül beadja, kifejelik Tamás saját, hogy jól lőni, ellövi négy méter a kapu mellett, azért ez megint a szórakoztatóipart mutatta, szóval tényleg kell játszatni ezt a Tamás Krisztiát, mert, mert egyrészt az újpest szurkolók akkor kevesebb dolgon bosszankodnak, másrészt meg azért, mert hogy tényleg egészen elképesztő dolgokat képes csinálni. Én nem mondom, hogy lendületesen csinálja azt, amit csinál, de hát tudjátok, a lendület az, az jó szándék, kevés, több kell értelem, ahogy Váci Mihály költő mondta, ugye a híres nyírségi költő, de hát attól még Újpesten is érvényesek a szavai talán. Na de visszatérve a dologra, ugye válaszol egy kontrában lemaradnak, és Gavics lövését éppen a legnagyobb helyzet, és az egyetlen komoly kapura lövés az egész félidőben. Aztán Újpest helyzetek, például egy horvát által kiverekedett helyzet, amit mellé lő. A 44. percben a horvát röviden adja Tamásnak, ez az oldal nem jó, nem érzik egymást. Tehát a horvát Krisztófer ez egy jó játékos, a Tamás kevésbé, nem tudnak összehangolódni, úgyhogy ez elég nagy gond, ezt meg kéne oldani majd a zseláknak. Aztán ugye a 45. percben egy remek keresztbeadás Gavristól, is simán elengedi, tehát tőle akár gól is lehetett volna, de Tamás kirúgja. Az új most a végén kitámad, volt egy közepes szögletük, ami után dk csinál egy zidáncselt, amitől a riporter teljesen elalél. Egyébként a, a riportert én nem nagyon akarom bántani, csak annyit szeretnék mondani, hogy, hogy, hogy nagyon jó volt, hogy időnként mindent ugyanazzal a jelzővel látott el, például a helyzetek mindig nagyok voltak, mert hogy a bonyolultabb szavak azok nehezebb, nagyon nehézséget okoztak volna neki. Nagyjából ezt tudom elmondani róla, illetve azt, hogy, azt, hogy egy kicsit azért inkább az Újpestnek szurkolt. Lehet, hogy azért is éreztem ezt, mert hogy, mert hogy ugye ki kellett jönnie Újpestig, és talán ezért úgy érezte, hogy akkor, akkor már nagy utazás után, akkor, akkor egy kicsit az Újpest felé kell húznia. Na, szóval visszatérve a lényegre, engem nem nagyon érdekel, hogy ki beszél. Most is csak azért hallgattam a, a, közvetítés, mert úgy maradt, tehát akkor gondoltam, hogy hallgatom, de engem tényleg nem érdekel, és nem cikizni akarok senkit, de ezt lehet azért jobban is csinálni, vagy láttam már ilyet. Van egy ember, aki úgy Réti Béla, mert nézni, az elég jó tehát az lehet esetleg mérce, de nem kell nagyon messzire menni, mert van egy ilyen, hogy Hajdú B. István, az is, az is egész jó volt, meg, meg ugye Szepesi Györgyöt is lehet hallgatni, mert vannak felvételek, tehát lehet is sokat tanulni ezekből, tehát ne a, ne a, a pár évtizede a még az MTV-ben dolgozó gyengeri portereket tekintsük példának, hanem tényleg akkor a jókat, és akkor lehet fejlődni, nincs ezzel baj. Na, visszatérve a mi történetünkre, ugye a második félidőben, időben, ugye győri dominanciával indulunk, és egy jó szabadrugás után jó irányba fejeli a labdát a, a Győri Bitri, de kicsit mellé megy, pisítani meg sem mozdult rá, hát az ember egy legjobb kapusa, ugye, saját maga szerint, ahogy mondtam. Aztán ugye Kiugratják be Embuánit, és a lövés pillanatában utolérik, belelépnek a lövésébe. Ez óriási szerencse volt, mert ez nagy gólhelyzet volt. Válaszul, hogy a horvát kiugratja Tamást az 51. percben, de annak is belecsúsznak a lövésébe. Majd egy óriási újpesti védelmi hiba elengedik a Kavicsot, aki beadja, de pisiteli véd. Úgyhogy ez volt az a ciklus része a Győrnek, amikor esetleg gólt szerezhetett volna. Én azt éreztem a Győr játékában, hogy lehet, hogy találnak egy gólt. Ez végül nem történt meg. És akkor megint az az időszak az újpestől, amire utaltam, most egy 20 perces időszak, amikor gólt kellett volna rúgniuk. Szóval az Újpestnek a saját kezében volt a győzelem megszerzése, és nem volt képes arra, hogy azokban a, abban a két ciklusban, amikor tényleg ő dominált, akkor legalább egy helyzetet berúgjon. Ez egy olyan csapattal, amelyik dobogóra akar kerülni, elvárás, kötelező elvárás, azt kell, hogy mondjam nektek, Tehát az Újpest az magának rontotta el, mert ha az egyikbe is rúg egy gólt, másikbe is rúg egy gólt, nem nagyon lehetett volna mit mondani, ugye mi történik, például a Brodics kiküzd egy Fantasztikusan kiküzd egy labdát az 58. percben, jól adja Horváthnak, aki nem képes jobban helyezni, és így a kapus lába beleér, és így kivédi. Aztán ugye dk Karamokó jön, aki megélénkíti a játékot, besek közeli lövését a jobb oldalról védi a kapus a rövid sarkon, és egy kósza kontra van ebben az időszakban, Sákli 4 méterről kihagyja a kihagyhatatlan rövid felsőbe akarja lőni, és hát ugye a győr az kifejezetten ebben az időszakban semmi más nem tud csinálni, megpróbálkozik a kontrákkal, és ekkor történik egy olyan szituáció, ami a világ minden pályáján kiállítás. Én imádom Fiola Attilát, hát a franciáknak kevesen rúgnak gólt tétmeccsen, aztán különösen, ugye már nagyon régen esett ilyen, talán a Zombori Sándor volt az utolsó, aki rúgott, rugott a Fiola előtt gólt, úgyhogy én, én nagyon szeretem, de hát az, hogy hátrafut nem érje el a győri játékos, és fejbe csapja, az mondjuk a világ minden pályáján kiállítás, ez nem hiszem, hogy kérdés. Akár új szurkoló az ember, akár nem. Szóval Fiola jó játékos volt, biztos most is jójátékos de kicsit le kéne higadni. Kicsit le kéne adni, mert az, hogy állandóan a kiállítás határán imbolyog valaki, az azt fogja jelenteni, hogy bele, bele, fog csúszni a kiállításba, és lehet, hogy egy ilyen sajátos laprekordot fog majd felállítani a bajnokság végén, ha nem szól nekik zselák, hogy egy kicsit fogja vissza magát. Aztán ugye a Karamokó gyenge simán fogja a kapus, a győri kapus, aztán egy kontrát éleszögből meglő a Jujic, és ezt is védi. Ez volt az, az időszak, ahogy mondtam, ez a 20 perc, amikor az Újpest gólt volna, Koncentráltamnak kellett volna lenni, mert ezeket a helyzeteket a Gyurákovics simán kivédte. Gyurákovicsnak ez egy jó meccse volt, az említsük meg a győri kapust, és aztán a 72. perctől már megint egy ilyen borzasztó vegyes játék jön, akkor volt a Hermiknek ez a becsúszása, amit a világ minden pályáján, bajnokságában, bocsánat, egyértelműen engednek, sőt azt mondják, hogy igen, ez a, ez a, gyerek egy remek játékos, és csak így tovább pali. Hát Magyarország az egy speciális hely, más erkölcs, más vétójog, hogy tére Jánost, az 50 évesen meghalt kiváló költőt említsem nektek, és ezúton is hívom fel a figyelmét az ő fantasztikus költészetére. Szóval a lényeg az, hogy innentől kezdve nagyon vegyes volt a játék képe, és a 77. percben történik meg az, hogy, hogy Káprány Mihály beáll, és akkor ő vezeti tovább a mérkőzést. Ez egy, még egyszer mondom, az sporttörténeti pillanat volt. Én nem tudom, mely hat éves korom óta nézek meccseket, de ilyet életemben nem láttam. Azért egy pikét megjegyzést engedjetek meg, én serdülőben rengeteg olyan meccset játszottam, amikor olyan kövér volt a bíró, hogy nagyjából a kezdőkörben sétálgatott, azt mégis be tudott fújni mindent. Tehát nem kell az meg vagy húzódva, mi van. Hát akkor látod, hogy, ott, hogy mi történik, ott vannak az asszisztensek, kicsit többet futnak, semmi probléma, én nem látok ezzel gondot. Nem látok ezzel gondot, ez simán lehetett volna levezetni ezt a meccset. Kicsit sétálgatni, kicsit néha kijönni a kezdőkörből, de mindegy, ezt a bíró maga dönti el. Ez lehet, hogy van valami szabály alsó lábjegyzetének az utolsó félmondata, és akkor az magyarázza a dolgokat. Na hát aztán ugye egészen fantasztikus érzékel, sakli még egy helyzetet elront, és aztán pedig lesz egy ilyen is, hogy a meccs vége felé ráesik egy labda a Győri kezére, 11-es nem adnak meg, és akkor történik az a vicces nyáját, amire utaltam, hogy Karamokó fogja verát, és kiviszi a pályáról. Hát ilyen is van, ilyen is van, itt is nagyon erélyes volt a bíró, mert csak nézett, mint a Zoli a moziban, ahogy szokták mondani, elnézést a Zoliktól, Ferit is mondtam volna, és akkor mondtam volna, hogy csináljuk meg, csináljuk meg. Ugye, na, de visszatérve a mi történetünkre, ugye 10 perc hosszabbítás lett, ami egy kicsit sok azért, szerintem, de hát nem nagyon volt ebbe semmi szögletből, volt, hogy jönnek egy helyzetet, szögletből beadták, és akkor fölé emelték. Összességében az Újpest, még egyszer mondom, magán. Vethet, hogy a két ciklusban, amikor egyértelműen ők domináltak, az egyik 17 percig, a másik 20 percig tartott, nem sikerült gólt szerezni. Elől van a probléma az újpestben, mindig is elő volt. A Brodicstól el vannak sokan. Én már csináltam egy videót, még amikor Rómában voltam nyáron, akkor is már mondtam hogy ez nem lesz a megváltója az újpestnek. Ide egy rendes csatár kéne, a karamokó, az meg egy víc gyerekeket, hát az az kiviszi az ellenfél játékosát az egyetlen emlékezetes megoldása volt, egyébként össze-vissza rohangál a pályán, mint egy, ilyen, mint egy ilyen megőrült zebra, vagy nem tudom, hogyan mondja, mint egy ilyen elszabadult hajóágyú, hogy az egyik kedvenc videócsatornámat idézem nektek, de hát abból aztán nem lesz foci, abból aztán nem lesz foci. Úgyhogy a helyzet az, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen az Újpest egy megérdemelt döntetlent értel, mert hogyha nem tudnak gólt akkor ez következik a játékból. A, a Györmek hát megint ugyanez, tehát hogy, hogy miért, miért dolgozok ki helyzetet, ha nem vagyok képes be, belőni. Az behoznak ilyen diárákat, ugye a diár része túl jó, annál azért egy kicsit jobb a diára, de azért alapvetően azt kell mondjam nektek, hogy, hogy hát az, az cselezget össze-vissza, a végén megzavarja a vonat és akkor értelem nem tud mit csinálni, tehát ezeket a játékosokat inkább el kéne hajtani, nem pedig ott tartani a csapatnál. Na úgyhogy nagyjából ez a véleményem egy, egy, egy vicces, szórakoztató mérkőzésen, borzalmasan gyenge helyzetkihasználás után, a mérkőzés végeredménye is, meg a játék játékszínvonala is, meg az én videóm is nagyjából a nullával jellemezhető. Na no, hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, vagy segítsd a munkámat a videó alatt át a számlaszámon, vagy nyomj meg a szuper köszönet gombot, ez tök olyan, mint egy kávéra hívnál meg, miközben utálom a kávét hajrá Magyarország, hajrá normális helyzetkihasználású magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.